Nos tisztok, fiúk és lányok, én Turbinyó vagyok, és ez pedig itt a Far Cry Primal második videója. Aki az előzőt nem látta volna, az a bal felső csücsökbe valamerre itt fölöttem megtalálja az előzőnek a linkjét, és a későbbiek folyamán a jobb felső csücsökben majd a következő videót. Na most, én szeretnék a játékkal foglalkozni most, hogy a kis intrón át is mentünk. Nézzük is, hogy a játék hogyan fog folytatódni, miszerint mi nekünk ott a törzs anyával, a szuper nyak... szarságaival, az élen meg a hátsérülésével, hogy megyünk ugye keresni neki a zöldet, nem félreértelmezni, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak ezek a készítők kihozni ML csodás játéknak az alap ötletéből. Remélem, hogy király lesz, és hogy lesz még benne valami mamut hentelés, mert a múltkor az baromira tetszett. Na, nézzük is, ugye itt vagyunk itt kint a izé füves területen, aha, várjál, új kraftolási lehetőség, teljesen jó, így ezzel kezdeni a dolgot. Na nézzük, craft. Oké, oppá. Ja, hogy ilyen így tartó gecit tudunk csinálni, meg God's Bag. Az mi az anyád? Ezt gondolom ilyen... ilyen nagyobb lesz a táskánk, meg ilyenek. De nekem kéne ilyen így nyíl tartó cuccos muccos, úgyhogy ja, olyanokat szerezünk akkor. Yeah, teljesen jó. Ilyet szól, keresünk valami zöldet. Ilyet szól a nő. Keres zöldet. Bazd meg, mindenhol zöld van. Na mindegy, nem baj, ennyi kell. Na figyeljetek, akkor viszont haladjunk oda, mert a nyíl nekünk itt mutatja az ős irányat, az ős szaganyagokat. De nem baj. Nem baj, csapassuk, srácok. Oké. R3, tök jó, nézzük. Aha. Aha, várj, ott volt valami gigajelzés. Kösz szépen, hát oda most akkor nem fog menni. Inkább követem ezt a nyilat, hogy merre kell menni. Ez ugye elég vagány. Kött, gyönyörű, bal fönn. Ezért zöld levél. 4 darab kell, hát gyerekek. Őzgidács, kösetes uta. Édesek, hogy futirinkolnak. Mindjárt levágnak titeket, nyugi, mert annyi agyam van itt a kőkorszakban, mint ennek itt. Ezt hogy hoztuk össze, én nem tudom. Na mindegy. Aha, ellenséges területet felfedeztem. Teljesen tök jó, szuper, muper. És mik ezek a hangok? Mik vannak itt? Nektek van ilyen hangotok? Csak nem. Ez kurva jól néz ki. Na mindegy, na várjatok, elmélete síkon itt ezen a területen lehet találni már opá! A kék mák! Oké, az teljesen jó. Na várja, nem baj. Edmutat ilyen kicsit ilyen keresgéljünk epizód. Alias Bear Grylls rész. Tudja, hogy ez kell neki. Ó, hogyne, persze, még ebből a szuper csúnya növényből kell szerválnom még 3-at. De nem baj, pikpak megvan. Gyorsan megszerezzük. Hoppá! Sziasztok, buzik! Kiszúrom a hátad. Oszt! De csúny! Kibasztam a fejét a helyéről! A tiéd is! Basz, de jó vagyok, hallod! Azt a kurva eget! Azt a kurva eget! Hogy megöltem őket? Láttátok? Nem láttátok? Tekerjétek vissza a videót! Nem láttátok, biztos vagyok benne. Oszta nem nyúlját. Új Istenem, de szép kis fejed van, hogy ilyest. Ilyen szakált szeretnék, srácok. Ezek itt 4 IQ-val ilyeneket összepakolnak, én meg erre sem vagyok képes, hogy szakát növesszek. Mekkora fos vagyok? Na nem baj. Kis csontokat felszedtünk, tök jó. Ettől a testtől biztos vagy... Ujjó! Ők tuti a butább nép, ők a kanibálok, ez tuti ziher. De ez milyen kurva jó meg van csinálva? Na mindegy, most mielőtt még elmennétek hányni ahelyett, hogy inkább néznénk, hogy hogyan kell a játékkal tovább játszani. Én gyorsan elmegyek innen. Na várjatok. Még kell valahol találni ilyen növényzetet. Ah, de most honnan a izé vihar nedvéből szújjak még le ilyet, amikor most már itt jobb oldalt elegeltem mindent. Hoppá, itt is van egy ilyen. Ló, le lehet mozgatni a testet? Azt mondjuk nem akarom, mert nem akarok hozzáérni, hogy itt mindenféle ebolát, meg ilyen szörnyűséget. Hoppá! Ott dobul Vinetú! Figyeld! Gyorsan leíjazuk, mit szóltok? Hát persze, hogy addig nem ér el a lövés, tök jó. Na, egyszer kivörösödik, te kis szar! Na végre, legyen már meg az a habi menzeszem. Na végre. Ennyi cső, megkapta. Puty! Hoppá! Figyelj, simán átmegyek. Gyors úszás, meg is csinálom. Ennyi cső, 1, 2. Azt a kurva! Hogy fejbe basztam? Azt a gyerekek! Hallod, komolyan mondom, végre egy olyan konzolos játék, amit kontrollerre irányítok, és nem vagyok benne szar annyira. Na mindegy. Ó, itt is van az utolsó ilyen jó kis növényzet. Jól van. Viszont balra várjál, a térkép jelzett valami rosszat. Tuti, jön a Predator.
Nem, jó van, ugye, menjünk vissza a kis csajszihoz, hogy hát ha meggyógyul, hogy egyszer nekünk adja izé a dereka, derekának a növényét. Nem félreérteni. Nem baj, annyi kell. Na várjatok, viszont akkor haladjunk oda, egy évezred lesz, mire odaérünk. 220 méter, úristen, ne gyerek, addigra komolyan mondom, addigra kifialok valami halfélét. Hopp! 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 Még valaki? Itt még vannak! Mögöttem! Mögöttem térkép! Mi a picsa? Ja nem, ez egy galamb, bazd meg! Vagy mi a szar? Amint a térkép jelez nekünk. Oké, hát ezt akkor azt nem mozdítjuk meg, mert nem tudjuk. Te neked is jó, gyorsan szedjük ki belőle azt a izét nyilat, mert az ugye a miénk, az tök jó. Ebből a testből kettőt. Annyi köl, ez is megvan. Hallod, itt mi ez nyavalja ez a sok ellenséges izé? Kis köcsög amúgy. A kis szemétládájak. Na de várjál, viszont nekem kéne egy olyat csinálnom, hogy craftolnom. Lol, ilyet is tudok csinálni. Lol, de furcsa. Várj, és a craft alá... Na mindegy, majd azt akkor később. Mert biztos, hogy benne anyam úgy előbb-utóbb lehet olyat csinálni, hogy valamilyen úton, módon még erősebb legyen a nyilam. Ahó, drágám, itt vagyok. Remélem még élsz. Mert úgy kiaraptattik is az előző részben a videó, az hátát. Szervusz, te hajas baba! Most, hogy hoztam neked... Ennyi lett az összes izé... Ja, értem, te ezt megzabálod, nem a izé sebre teszed rá. Hát az fasza, tuti, hogy hatni fog. Érted? Ja, hogy most bedrogoztalak. Idióta. Screams? Tök jó. Aha. Mi, én is egyek? Vagy mi? Meg kell simogat... Oké. Oké. Várjál, itt most meghaladt az én gyomorképesítésemet. Az teljesen jó. Na nem baj, akkor egy kis csulát meg... De legalább annyi agya van, hogy ilyet kell csinálni. Na várjál. Új, bazd meg. Azt jó mélyre nyomkod bele. Ez az. Adj neki egy kis fájdalom, az mindig jó. Ú, basszus, szegényke, komolyan mondom, sajnálom, de mi ez a... Na mindegy. Ezért a két izé új lenyomat leolvasó ér a hátadba, ezért... Aha. Hát én az óvodában ezeket lapítottam ki. Te neked még ide a hátadra kenegeted, tehát az tök jó. Ah, istenkém. Thank you. Nincs mit, hidd el, megoldom. Na megnézzük orost, mit szóltok? Akkor nézzük meg, te meg itt lábadozzál. Aha, ott vannak izék. Mindenféle medve, farkas, meg ilyenek. De hát a farkasokkal én kommunikálok. Udám, az mi? Oké. Szép a szemed. Mondták neked már ilyet? Nem, mi? Na, a pokoriban nem udvaroltak, hanem fejbe basztak, azt vittek a bokorba. Na nem baj. New Village, Population 2. Várja már. Ez lett nekem az én? A fő bázisom? Deep wounds completed. Várjál, craftoljunk egyet, mert az... Nem tudok még ilyet se. Ez spear. Mondjuk ilyet csinálunk. Nem tudunk még, nem. Vagy várj, skilleknél nézzük, mi van. Lol, a csajt is tudjuk fejleszteni. De kemény! De kemény! Show of plants. Az nem érdekel engem. Várjál, fejlesztjük először magunkat. Extra healed. Sprint heal. Nem. Primitive heal. Jó, ezt fejlesztjük. Picikét. De durva, na végre! De kemény, te most már egy akkor, te leszel a izém? Aha. Na, ez tök jó. És akkor várjál, most így igazából így ők lesznek a izém. Hallod? Éjszaka. Van ebbe este, de kemény, na várjál. Viszont nézzük már meg azt az orost, mert én arra eléggé kíváncsi vagyok, hogy az amúgy, az úgy milyen lesz. Mert...
itt már a játék eleje óta hallgatjuk ezt a helyet, meg hogy menjünk el oda, meg ilyenek, de még ugyan nem nagyon láttuk, tehát ez egy jó kérdés, hogy most ez mennyire valós hely, vagy valami, aha, éjszaka meg minden, tök szupi, lesznek ilyen szipi-szupi, izé, nagy nyelvűek. Open rewards test. De várjál, mert csomó minden villog. Ezt össze kell szedni? Aha, beast. Ja, értem, ez csak igazából egy ilyen trófea fal. Akkor ez a hely lesz itt nekem a izé. A végérvényes helyem. És amúgy most merre kéne mennem? De most komolyan. Merre kéne mennem, mert nem tudom. Mert még igazából arra nem nagyon jöttünk rá, ugye? És várj, hogyha így visszafele megyek, úgy nem lesz semmi, igaz? Nem. Na akkor az egy jó kérdés, hogy igazából akkor merre kell nekem haladnom? Arra, hogy ugye itt csak és kizárólag izé van. Hát akkor ja, ki kell mennem, azt rá kell jönnöm, hogy merre kell haladnom. Hát az vagány turbina. Az az igazság, hogy a beépített GPS-em az tök jól működik itt Budapesten fönt. Itt tudom merre kell menni, meg ilyenek, de amúgy azon kívül fingom nincs, hogy merre kell haladnom, hogyha nem tudom az irányt, úgyhogy megpróbálkozok azzal, hogy megyek előre, azt egyszer csak hát, ha a térkép kiírja azt, hogy merre kell. Szia, vaddisznó! Jó, hogy a kurva szádat! Ez az. Várjál. Aha, farkasok. Sok. Sok farkas. Várjál, ott valami van. Megint ott vannak az izé őslények? Tuti. Na mindegy. Haladjunk, mert én most itt nem akarok amúgy embereket gyilkolni. Na mindegy. De merre van az az orosz? Vagy az így most így what the fuck? Jó kérdés, mi? Ez itt mi? Halászat? Hoppá! A picsába! Béna vagyok! Várj már! Jaj! Köcsög arcú! Hol vagy? Hol vagy? Egy balra fönn. Basszus! Ki ne nyírjál? Na végre. Basztikuli! Ezek gyorsak voltak. Na de várjál, ami a legszebb az egészben, még mindig fingom nincs, hogy merre kell mennem. Segítsetek más rácok, hát azért vagytok itt, nem? Írjátok már, merre kell mennem. Fingom nincs. De várjál. Woodero, hát ez tök vagány. Ez még mind szép és jó. De amúgy tényleg fingom nincs, hogy merre kell menni. Ez így elég gáz. Semmit nem ír a térkép. Hogy merre kéne haladnom. Egy deka mondat nincs azzal kapcsolatosan, hogy nekem hova kéne mennem. De gondolom, hogy erre. Hát merre máshova. Aha, megint itt vannak a szemétládák. Elég jó lesz, egyre többen vannak. Aha, már a térkép is jelzi, jól van, hogy itt valami kérdőjel hely. Aha, halljátok a hangjukat? Próbálok kicsit lassan menni, mert hát ha meglepetésszerűen tudok támadni. Hoppá. Ez valami sámán hang.
Ezek buták. Hol vagy? Ott vagy. Ez ennyi volt? Azt a kurva eget. De várjál már, ezek itt egymást zabálták, hogy mit csináltak éppen? Fingom nincs igazából. Hoppá, várjál, mögöttem jön valami. Hoppá, azt csúnyán combombasztam. Jön megint valaki, innen. Jaj. Csövi. Hát az, az igazság, hogy az embereket nagyon könnyű megölni. Tehát így konkrétan baromi egyszerű őket így lecsapkodni, de hát annyi kell. Szia Gida! Na de várjál. Ez mind szép és jó, de most igazából egyetlen egy a fő bajom, hogy most megint full egyedül mászkálgatok, amivel annyira extra bajom nincsen, csak aha. Hoppá, jó fejbe basztam. De várjál, jönne egy medve, baszd meg! Hoppá. Hoppá. A medve! Várjál, agyon tudok verni egy medvét? Heal, 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 heal. Várjál, mögöttem jön megint a köcsög. Ök. Hallod? Ez így nagyon durva. Elverek egy egész izét, embertömeget, utána a legszebb az egész, hogy betámadnak még a farkasok, és még a medve is rámugrik. Uff. Uff. De várjál már. Oké. Okay. Csövi. Ennyi. Hát én gyerekek, én komolyan mondom, én vadásznak születtem. Komolyan mondom, az őskori Bear Grylls vagyok, csak annyi különbség, hogy én durván ölök is. Ha arról van szó. Ott van megint valami kis izőőzgidácska, közben meg kell föl szépen a napocska. A köcsök száját. De én mindig nem tudom igazából, hogy konkrétan nekem merre kéne amúgy haladnom. Mert... ugye a térkép az tényleg nem jelz semmit, tehát tényleg úgy érzem magam, mint hogyha kőkorba lennék. Az ott mi az anyád? Az ott mi? Fehér mamut. Lol. De várjál már. Itt egy vaddisznó. Csak nem támad be. Ezek kinyírnak, ezekre rá nem támadok. Várj, ott is van valami állatféle. De durva, mennyi nő, mennyi állat van már? Jó, hát olyat majd nem tud, olyat majd később fogok tudni csinálni. Őha. Most nem tudom eldönteni, merre kéne nekem haladni, mert ez most már kezd átváltani egy olyan témába, hogy kurvára eltévedtem. De nem, oda kell mennem, aha, ott a kérdőjel. Jó van, akkor jó irányba haladtam végül, srácok. Jaj, te mi vagy? Nem tudom, de megdobtalak egy nyillal. Aha, jó, itt zuhanyunk ebben minden, az tök jó lesz. Itt is lefele, csak nem lesz bajunk. Ja, nem, ő velünk van, aha, ő hozzá kellett jönnünk. Szia! Hello, én vagyok Norbi. Accept. Help, Manja, escort. Te mi a szart csinálsz? Itt küldöd izének a indiánoknak a jelet? Új profilképet töltesz fel éppen? Vagy mi a szart csinálsz? A izé, őskori Facebookra. Na de várjál. Aha, oda a halál végére el, de jó. Na nem baj. Csak odaérünk előbb-utóbb. Hoppá. Ezek velünk vannak megint. Aszta! Hát ti? Szia! Nem akarod megmutatni a tíz kódát? Olyan szép tested van. S ti? Senki? Ja nem, most menjünk együtt. Escort the route of final destination. Oké, okay, akkor menjünk az utolsó célállomásig, de hát mi lesz az? Te neked milyen van a fejed? Mi van a fejeden, te hülye? Hogy nézel ki, bazd meg? De gáz! Na mindegy. Annyi kell. Na még valami, srácok? Oké, okay, akkor várj, én is lopakodó üzembomba megyek. Így. De rossz. Na, megvan már az a nemi? Jó, értem, most egy ilyen izé háborút tolunk. Mi a szar? Ez most mi? Ja, hogy ott vannak a rosszak, értem. Oké, okay, még valaki?
Gyertek, köcsögök! Én lenyírozok mindenkit! Csak gyertek! Hol vagytok, szemétládák? Aha, még van három társam, él ott írja fölül. De srácok, vagyis csajok, fiúk, lányok, ufók, idegenek, pörkölcegúak. Hova menjünk? Na értem, várj, én akkor követlek még mindig. Én nagyon szívesen itt followolak téged, meg minden, csak... Légy, éljük túl. Tehát ne azt csináljátok, hogy meglátjátok az ellenfelet, és így, így nyakkatokkal együtt mentek oda. Jó. Nyila megvan. De basszus, így meg fognak halni hamar. Ezek is meghal. Opá, jobbról van valami hang. Egy. Megvan. Esküszöm, megvan. Opá, az rövid lett. De várjál, már nincs fegyverem, meg ne dögöljetek, basszus, mert komolyan vége lesz itt a missionnek. Meg ne halljatok, nősztényfejűek. Már csak ti ketten maradtatok itt velem. Ne csináljátok már magatokból ennyire nagy gázat. Gázat? Hülye vagyok. Várjál, kraftolnom kéne nekem nyilat. Legalább azt a tüzest kipróbálom. Oké? Okay? Még menjünk valamerre? Gyere már te is, mert így nem férünk bele a gruppenbe. Ha már így erdőnek öltöztünk mindannyian. És hova kell menni? Na végre legalább a térkép már jelz valamit. Hoppá. Hoppá, ez nagyon sok. Ez az! Hogy megekteljük a csávót? Várjál, ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Hol vagy? Hol vagy? Itt van valahol fönt. De várj, itt most már vannak haverok is. Hoppá. Bocsi! Bocsi! Azt hittem ellenfél vagy. Ugyanolyan okosnak tűntél. Te is velünk vagy? Jól van, okés. Na, elfoglaltunk egy ellenséges, nem tudom milyen nyavaját, valami bázist vagy... Nem is tudom, hogy ez milyen szar akar amúgy lenni. Tényleg fingom nincs. Na, ezt a missiont is megcsináltuk. Na végre. Hülye, ez tök jó. Ezt körpakoltuk ilyen tök jósággal. Visszafoglaltuk a területüket. Yeah! Hogy bulisztok? A buták hogy buliznak? Ez a haverod volt, te idióta állat! Jó, akkor én úgy érzem, hogy ezt a bulit ezt itt kihagyom. Spirit Totem 1/12. Na, hát az király. Várj, itt van fönn valami kis köcsög. Hoppá! Hatszor vágtam bele ezt a szart. Itt küzdök az életemért minden egyes másodpercbe, és egyszerűen nem bírtam megölni. Ez most hogy működik? Ez a szarra piszkál, mint a fogpiszkálóval azért a fogam közt a dzsuvát, de hogyha belevágom, akkor meg olyan, hogyha atombombát szúrnék a mellkasába, vagy ez hogy működik? Na mindegy. Takar. Dijam urusis magis takar. Udijam shambi pachi haucha. Hámas pasta. Ok, kösz. Ki lettem segítve ezzel. Majd a térkép segít neked. Hát kösz. Semmit nem tudok fejleszteni. Haladjunk. De most akkor ugye ezt az előző missziót, ezt nem buktam el. Mert komolyan idegörlés kapok akkor, hogyha ez így most egy mission fail kb.
Jó, lehet tudni, merre kéne tovább haladni, mert ez így eléggé netes, hogy tényleg eltévedek ennyire. Főleg, hogy ezt a területet még egyáltalán nem is ismerem. Azt tudom, hogy merre kéne mennem, srácok. Na várj, itt vagyok. Akkor legyen az, hogy megcsináljam ezt a missiont. Mit szóltok? Ha, de legalább most már tudom, hogy ezt így kell előhívni, és így legalább tudom, hogy az előző misszió most még nem volt fölösleges. Most hova kell mennem? Aszta. Hú, az jó messze van. Remélem itt is van ilyen ember ellenlévő izé lesz, ilyen csatálozás, mert ez amúgy bejövős, tehát tényleg frankon ez az ilyen törzs harc, ez amúgy eléggé vagányul nézett ki. De hát ez ugye majd kiderül, hogy itt most mit kell csinálni. Nem tudom igazából. Szeretném azt, hogy a csaj jöjjön velünk, de hát ugye most ő le van sérülve. De hát majd sanszos, hogy a későbbi formában fog jönni velünk, csak ugye a játék most tanult meg minket arra, hogy milyen szart kell művelnünk. Aha, értem, oda menjek föl. Azt az kurva jó. Most már hegyet is mászunk, hallott Kilimanjaro simán. Na várjál. De az a baj, hogy hol tudok itt feljutni. Hoppá. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Kis édes állatkák. Azt a kurva milyen hegyek ezek. Azt a kurva de jól néz ki. És akkor ezt hogy tudom? Hogy tudom begyújtani? Senki sincs itt. Látok, azt még kéne, ezt be kéne gyújtanom. Gondolom ez ilyen waypoint, vagy én nem tudom. Na várj, és akkor csinálok egy olyat, hogy mondjuk ide. És begyújtjuk. Aha. Aha, így gondoltam. Aha, Nakuta Bonfire. Aha, értem. És akkor ez ilyen ismered a területet kb. Kategória. Fast travel. Oh, yeah. Végre van ilyen a játékban, de jó. Ez még nem egy hátrány, mert már idegörlés kaptam ettől a sok sétától. Csak az a baj, hogy ezeket a pontokat meg kell találni. Na de várjál. Na, akkor támadjuk be azt az emberkét, mert igazából ez a fő küldi, ez ugye ez a narancsárga. Jézusom, mire odaérek addigra, esküszöm gyerekek, kinő a hajam meg, én azt nyíratom le újra. Jó messze lesz. Na de várjál, térkép viszont balra jelez valamit. Az mi, meg ott van valami kis csatapaté, halljátok ti is? Aha. Ennyi. Meg lettetek védve. Cső, srácok. Ennyi. Jó, de ilyen menő vagy, hogy a fejedbe bazd meg egy nyíl a rohangász még felém. A kurva néni kéret. Na de várjál, most már aztán tényleg oda valahogy föl kéne jutnom oda a halál vihar nedvébe. Hát ez aztán nagyon vagány lesz. Na mindegy, valahogy megoldjuk, srácok. Legfeljebb majd szerzünk valami emberkét, aki felráncivál minket, mert már fél ott lennék ennyi futástól az Hoodzier. Na várjál, valahol erre itt tuti föl lehet mászni itt jobb oldalt, de hogy a faszomba? Hoppá, szia maci. Egy agyshot, még egy nyak,
Még egy fej. Hoppá. Hoppá. Ez így, csövi, meghaltam. Szia. A kurva életbe! Hát homlokba lövöm két íjjal vagy hárommal és nem hal meg. Bassza meg. Megint sétálhatok egy évet. A büdös picsába. Mondd azt, hogy nem. Hülye, közelebb lettem, mint az előbb voltam. Na de várjál, hova kell sétálnom? Várjál, térképet megint elő. És akkor ide jobb oldalra, oda. Na, waypoint be is van rakva. Nem tudok felmenni, mi? Túlságosan izé. Hegyimászás, ha. Azt a medvét most kihagynám. Hát ha most az egyszer összejön. Ez a fő küldi, ez amúgy érdekel, esküszöm, kíváncsi vagyok amúgy, hogy mit tudnak amúgy ebből a egészből kihozni. Úristen, hova mászok már föl, komolyan mondom, azért Istenem megyek találkozni, mert mi a szar? Már jelzi is a térkép ezt a izét, ezt a majom embert, vagy mit. Jó van már, követlek, kecske. Na már legalább a térkép is jelzi. Tudja, hogy itt van lent a izé, hegyen lent. Persze, hogy nem itt van, de jó, kurva jó. Hát ez tök jó. És akkor most hogy fogok én oda lemenni? Leugrok? Tuti itt van lent valahol. Hát persze, hol máshol. Na várj, meghalok. Hoppá! Hoppá, bazeg! Hát ez nagyon gagyi volt. Nem baj, de várjál, itt lesz bent a izé Vinetú ember. Várjál, nem tudom begyújtani a izét. Hú, te ellenség vagy, vagy nem? Ha ott, a sámán a bedrogozott geci, figyeld! Úristen, azt a kurva eget! Úristen, tiszta eufórikus. Ó, még a szemed is változó színű. Az egyik kék, a másik meg nem, fehér. Manseju, értem, az a erős lélek. Én vagyok az egyik. Aha, értem, és még vérrel is kenegeted magadat, meg lisztel, meg minden. Az kurva jó, bazd meg! Azt a tömény drogot, bazd meg! Úristen! Nem á. Azt a tömény fertő gyerekek, bazeg! Most megvárja a kezemet, megvágja a kezemet és tuti bele fogja tolni a patkány vérbe. Ó, de jó! Úristen gyerekek, azt a fertőt, hallod? Hát, ha nem a izé medve fog engem elvinni, akkor a tömény halál. Amit itt DNS-en keresztül vérrel kapok. Egy kis hemoglobin halál. Egy, igyad meg. Hát az anyád innál meg. Fúj, bazd meg, az igazi Blendamed reklám. Drink, taka, tök jó, igyad. Igyad, finom. Azt a kurva, fúj. Tömény drog, bazd meg. Úristen! Úristen, gyerekek! Jézusom, nem már! Nem már, ez nagyon gáz! Basszus! Hogy fogunk fölkelni, hallod, mint akit... tacsak másra napos! Vision of Beasts! Az úgy korrekt! Az úgy rendesen bedrogozott a csávó, én úgy érzem! Rendesen tolt nekünk valami kis anyagot! El az itt a bagoly. Szia bagoly. Szervusz. Aha. Szervusz. Hú, bazd meg. Ha ez se Hollandiába megy az anyagér? Aha. Jó, hogy már repülök is. É,
Értem én! Értem, figyelj! Aha. Ez így azért annyira nem volt. Azt a kurva! Mi ez? Úristen, ez de beteg, bassza meg! Jézusom! A feje lefelé fák, meg minden anyám kínja, meg még itt a epic bagoly. Bazd meg! Ez nagyon kemény cucc lehetett, amit kaptam. Szia bagoly, meg zebra, vagy mi vagy te? Hülye vagyok, bazeg, valami aggancsos állat. Jó, én követlek, de én nem tudom, mit kéne néznem itt amúgy, de tényleg. Aha, kösz. Jó fej vagy, így megvársz. Kösz. Én két lábbal járok, nem 20 lábbal, azért milyen repülök. Szia. Aha. Azért ez király lenne, ha mondjuk a való életben is így csinálná, és így szétpukkan nagy Pidgeotto. Várjál. Ez a repülés, ez nagyon morbid, mert... Jézusom, milyen helyekre megyünk? De ez milyen nagy ag? Ezen gondolkodok, hogy konkrétan milyen szart kevert, ez nekünk vele a patkányvéreg, vagy patkányvér, a mi vérünk, és még ott volt egy koponyában bele az alvat cucc. Ja, meg valami port nyomott bele, de hogy ez... Nem tudom mi az... Aha. Aha, rémálom. Az Elm utcában, az úgy vagány. Már eső is vihar. Jézusom gyerekek, ez most már átment van nagyon durválomba. Üvazd meg! De várj, most nem ez a, ez a madárka lesz amúgy a totem állatunk? Vagy valami ilyesmivel tudunk majd így jobban tájékozódni? Én nem tudom. De most már ez így nagyon úgy tűnik, hogy ez a madár így a miénk lesz, vagy, vagy most megszerezzük a lelkét, vagy én nem tudom. Hát ez nagyon beteg. Hoppá, idén maci, ne bánts. Most már nem pukkant szét. Aha. Ő lett így az őrszemünk. De kemény. De durva. Ha ezt tudom, akkor előbb egy szokizéből egy fél koponyából, hogy én nekem is legyenek ilyenjeim. Tök jó. Előre megjósolnák, hogy hol van dugó és hol nem közlekedjek a belvárosba. Ez tök jó lenne. Keményen beanyagoztak minket, nem? Nem mindegy, ilyen is kell néha. Hibátlan. Várjál, bandita! Súpnia! Na súpnia! Te báren sájú, guárpati kála! Guárpati? Srás! Uháj, guárpati! Na, most magyarázza, hogy ez a madárka, ez az aranyos kis bagoly, ez most csatlakozni fog az én háborúmba, meg velem fog harcolni, meg ilyenek, és hogy ez az egész nem álom volt, meg ilyenek. Azért masszívan el van ám gurulva itt az IQ. Én úgy érzem. Na de nem baj, most már legalább van egy bagyom, tök király. LSD-ztünk meg minden, ezt a kis drogos, nem tudom kicsodát meg... Adjuk rajzolni itt a falon. Köszönöm szépen a figyelmet, én Turbinyó voltam, következő részben nem sokára lesz hamarosan. Örülök, hogy meg itt voltatok, és hogy remélem, hogy... Aha, király, most már legalább van egy olyan új missionünk, tök jó. Remélem, hogy jól szórakoztatok. Ha igen, lájkoljátok a videót. Nem sokára jön a következő. Sziasztok!